Az aktuális stúdiót látják, jó estét kívánok, mégpedig szokás szerint ismét három témával. Első témánk ezúttal a foci és a foci VB a veterán szemével. Másodikként arról beszélgetünk, hogy nem sokára kezdődik a Pannon nyár 98, azaz a fesztivál ismét a Tekkén. Harmadikként pedig arról, hogy a pécsi üvegművészek is nyertek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, tehát aktuális stúdió e három témával. Négyszer is játszott a Nemzeti 11-ben, mégpedig az arany csapatban. 1955. októberében pedig részt vett a 100. magyar-osztrák meccsen, mindez Danka Imre tette, aki kapus volt ebben a válogatottban. Köszöntöm szeretettel a stúdióban. Most egy foci VB idején mennyire dobban meg a szíve? Hát megmondom, őszintén majdnem ugye meccset megnéztem, mert a tévébe. Hát valamikor nagyon megdobog az ember szíve, valamikor meg elkeseredek, hogy még a világbajnokságról is ilyen gyönge teljesítményekkel ki lehet jutni. És a magyarok ráadásul ki sem jutottak. Ráadásul a magyarok, egy bíró jutott ki, egy játékvezető, a Wagner, de azt is aztán hazaküdték. Minden esetre az, hogy aranycsapat, az ugye egészen más időket idéz. Mettől meddig volt az a periódus, amikor igaziból aranycsapatnak lehetett nevezni az akkori tímet? Hát 52-től, tehát a Helsinki olimpiától az 55-ös év végéig. Tehát az 54-es, 52 és 54-es, 52-es olimpia és az 54-es világbajnokság. Ez volt az igazi korszaka. De utána is még egy évig, vagy két évig, hát gyakorlatilag 56-ig, amikor a magyar válogatottak a 75%-a elhagyta az országot. Ez, amit most meg fogunk mutatni a nézőknek, ez a 100. magyar-osztrákról szól. Miért volt ez ilyen jelentős meccs, és mi lett az eredménye? Hát az osztrák-magyar meccs az mindig jelentős volt, ugye, rivalizálás. Hát az eredmény az 6-1 volt a magyar válogatott javára. Budapesten volt közel 100 000 néző előtt, és azóta már több meccset lejátszottunk az osztrákokkal, de mégiscsak osztrák-magyar rivalizálás. Ez pedig a magyar csapatnak volt a tagjai ezen a kis zászlón. Ugyanennek a meccsnek az alkalmából adták ki? Igen, igen, igen. Az, hogy ön annak idején focizott, azért ez nem egy elmúlt dolog, de egy egészen különös dolgot csinál, hiszen a női foci csapat, a pécsi női foci csapatnak az edzője most, kapus edzője. Mióta érdekes a női foci? Mióta van a felszínen? Hát ezelőtt körülbelül olyan 6-7 évvel az unokámat vittem le. Az Erdei Barbarát, aki most már Németországban futballozik, mint profi. A Hunyadi Tibihez ő az edző a női csapatnak. Régi kapcsolatok fűznek össze bennünk, mert együtt dolgoztunk az Érzbányászati Vállalatnál. Elvittem az unokámat, bevállott, azóta magyar válogatott is lett, most meg profi játékos Németországban. És én meg ott ragadtam, ugye, mint kapus edző. 55-ben még a női fociról azt hiszem, hogy nem lehetett beszélni, de azt hiszem, hogy vannak a fociban más dolgok is, amiről még nem lehetett beszélni. Ilyen például az afrikai csapatok megjelent, akkor még nem volt ugye afrikai foci. Afrikai foci abszolút nem volt. Sőt, mi 55-ben még egyszer Tatán voltak a kínaiak, ilyen magyarországi tanulmányúton, akkor a válogatott játszott velük, kaptak vagy 18-ot vagy 20-at. Most már biztos, hogy nem kapnának, sőt, talán rúgnának egy párat. De afrikaiak, én 58-ban voltam Moszkvába a Viten, a magyar B válogatottal. Ott volt egy afrikai csapat, a Kongó nevezetű. Szinte félelmetes volt ugye látni őket, a fehér dressz és a villogó fogak, meg nem tudom micsoda. Nagyon gyorsak voltak, csak hát sokszor a labdát is elhagyták. Úgyhogy kaptak egy 5-ös vagy 6-os, ma nem emlékszem rá pontosan mennyit. Mit gondol az, hogy másfajta csapatok is jelentkeztek, ez a játék stílusában is, például a mostani foci VB-n látszik-e? Hogy? Hát az, hogy másfajta csapatok, afrikai csapatok is jelentkeztek, kitágult a foci világ, ez okozott a stílusban, a játék stílusban változást? Hát a játék stílusban az a körömszakadtáig való védekezés most, valamikor nem volt ez.
Másik meg az, hogy, hogy ennél a világbajnokságnál maradjak. Én sokallom a 32 csapatot, ugye már az 54-es világbajnokság, amikor a magyar csapat is ott volt, akkor 16 csapat volt, utána 24 csapatra emelték, most meg 32-re emelték. Másodszor meg én nem így csinálnám a 11-es rúgásokat. Újra játszhatnám a meccset. 120 perc után, hogyha nem dől el a mérkőzés sorsa, újra játszhatnám a meccseket. Egyszer? Vagy egész addig a nigelnekről? Hát az angol bajnokságban, vagy az angol kupában úgy van, hogy hogyha nem tudnak dönteni a pályán, akkor újra kimennek. Újra 80-100 ezer ember kimegy utána a meccsre. Kinek szurkolt ezen a VB-n? Vagy kinek szurkol? Nekem megmondom őszintén, én az angolokat nagyon sajnálom, de a brazil futballt, különösen ezt a Ronaldot, ezt nagyon csodálom. És szerintem ő csapata fogja megnyerni a világbajnokságot, mert ebben a 32-es mezőnyben Ronaldo csak egy van. És ő el tudja dönteni a mérkőzés sorsát. Tehát a brazil-francia döntőnek úgy gondolja, hogy Brazília fog győzni, tippelje mennyivel? Szoros meccs lesz, 2-1. Lehet, hogy el is 11-esekkel fog eldőni. Előfordulhat. És a bécsi női foci csapat pedig milyen eredményeket fog elérni a jövőben? Hát most egy kis átalakulás lesz, mert abba hagyta 3-4 játékos, ugye egyetemit elvégezte, és férhez megy, gyereket szül, ugye az is beletartozik a lányoknak, nőknek a feladatába. Majd meglátjuk, hogyan tudunk erősíteni. Én szerintem az első négyben megint benne kell lenni. Reméljük, és sok sikert kívánunk a foci csapatnak és önnek is edzői munkájához. Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Koncert, daljáték, gyermekváró, musical, tánc, színház, folklór, mindez a Pannon nyár 98 című plakátról olvastam el. Pécs Tettyei Művészeti Fesztivál, és ennek igazgatója, producere, vezetője, kitalálója, Borne Missza Géza, köszöntöm a stúdióba. Szóval tulajdonképpen mi jön ennek a produkciónak? Hát tulajdonképpen, amit elmondott kedves Márta,
a kitalálója és valahogy a létrehozója, immár harmadik esztendeje. Ugyanis 3 éve, amikor létrehoztuk ezt a pannonnyári produkciót a Tettyén, akkor már egy vákumot töltöttünk be a valamikori pécsi nyári színház, akkor már ugye évek óta nem működött, és valahogy szerettük volna pótolni azt az űrt, amit hát a város lakossága közben nélkülözött. Így jött az ötlet, hogy miután már a Pécsi Komédium működött, akkor egy évadot a téli évadban a Palatinus szálló termében, hogy a nyári évadban a pécsieknek egy színházi, könnyed szórakozást nyújtsunk. Persze ez nem mindig lesz így, pontosabban volt egy közgyűlési határozat, amely tulajdonképpen ennek a jövőjét megváltoztatta. Mit is jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy a 3 év lejár ezzel az évvel, hiszen az a határozat az arról szól, hogy 12 évre kiadták a város nyári helyszíneit egy olyan cégnek, amely majd biztosítja mindezeket a nyári programokat. De hát ez nem az én történetem. Itt a Tettyén tulajdonképpen a vállalásunk, amit hát elsősorban a város lakói, a régió és hát tágabban az idegenforgalom érdekében tettünk, az tulajdonképpen most lejár. Az első, a második, vagy a most kezdődő harmadik állt a legközelebb a szívéhez, vagy érezte úgy, hogy a legjobban sikerült összeszedni? Én úgy gondolom, hogy ez az utolsó, ez valahogy kiteljesedett, ugyanis egy kicsit szűkült a programok száma, talán az idő is, az időpont is, de ugyanakkor tartalmasabbá vált, egy csomó olyan tapasztalat jött össze, és hát bizonyos szerencse is kell ahhoz, ha az ember ilyen programokat szervez, és készít elő, hogy mikor mit mutathat be, kikkel, kik azok, akik szabadok éppen, mennyire és mennyiért elérhetők, nagyon fontos momentum, és hát a nexusokon keresztül kik hozhatók ide Pécsre, mert bizony ez azért eléggé behatárolt. Tegyük azt, hogy én most mutatok a nézőknek és önnek is olyan plakátokat, illetve képeket, amelyeket ön hozott nekem, és mondja meg, hogy mit kell erről tudni. Hát a Cosmic Jazz egy új New York-i bemutató. A Bond Street Theater mutatta be ebben a hónapban, pontosabban a múlt hónapban, júniusban New Yorkban. Ezzel a világot járják majd. Európában az első állomás mi leszünk. Ez a mozgásszínház, amely itt bemutatkozik majd a Tettyei színpadon, ez tulajdonképpen zenében és táncban bemutatja majd az univerzum rövid történetét, és hát erről részleteket hadd ne mondjak, mert roppant érdekes technikával és roppant izgalmasan teszik mindezt. Világhírű együttesről van szó. Milyen Tommy Vig ez a fénykép, amit most mutatni tudunk? Jó dolog, hogy a világhír után ismét egy világsztárt mondhatok, mégpedig velük kezdődik majd Tommy Vig és Mia Kim, akik Amerikából érkeznek, és egy házas pár. Miután mi elküldtük, illetőleg megkapták Los Angelesben, ami ebben az évben kiadott Gershwin centenáriumi CD-nket, úgy döntöttek, hogy egy fúziót hoznak létre, és budapesti, pécsi művészekkel eljönnek, és Magyarországon bemutatják International Band címmel azt a produkciót, amelyet majd a Tettyei közönség láthat először, 2 előadásban is, hétfőn 13-án lesz a fesztivál premier, ott mutatkozik be ez az együttes, hát a tagjai az említett világsztár, aki vibrafonból és zeneszerzésből, Tommy Vigről azért el kell mondanom, hogy ő elsősorban mint zeneszerző kiemelendő, hiszen annak idején a Los Angeles-i olimpiára ő írt azt az emlékezetes dalt, ő maga vezette a 200 tagú zenekart, és világviszonylatban ismert, több film zenéjét írta, itt Magyarországon is több filmet játszanak az ő zenéjével. Ezt nem mindenki tudja, de ezért ezt el kell mondanom róla. Bornemisza Mária és a Trio Midnightról és erről a centenáriumi CD-ről volt már szó a televíziónkban. Mit kell tudni, mit fognak ők most tenni? Hát ebben a fúzióban nagyon fontos szerepük lesz, ugyanis éppen úgy jött létre ez a fúzió, és a Tommy Vig kezdeményezte ezt, hogy velük kiegészülve egy olyan háttérzenéként big band alapokat bejátszva, olyan együttes jön létre, amely nem csak az énekes és hangszeres produkciókat, hanem együttesen is bemutatja mindazt egy nagyon komoly, újszerű amerikai technikával,
ami ma a világban élenjáró egy fúziós keretben. Mi az, ami még van a tarsójában, ami még olyan meglepetés, ami elárulható? Nem meglepetés, a János Vitéz. Én úgy hiszem, hogy nagy érdeklődés kíséri majd, hiszen a Budapesti Állami Operaház fiatal szólistái, a Pécsi Nemzeti Színház operakórusa, a Pécsi Szimfonikus Zenekar zenekarából alakult, verbúválódott zenekar játssza majd a János Vitézt a Tettyén, és én úgy gondolom, hogy egy olyan minőségben, hiszen nagyon rég nem láthatta már a közönség Pécset ezt a darabot, ráadásul most az eredeti Petőfi szöveggel fog menni, tehát az elbeszélőköltemény nyomán rendezte Frigyesi Tibor, és majd Witterle Gábor vezényli a zenekart. Végül a praktikus információk, jegyek hol, mikor kezdődnek rendszerint a koncertek, mettől meddig tart a Pannonyár 98? Július 13-tól augusztus 9-éig tart. Tehát holnaptól? Holnap utántól kezdődik a fesztiválunk. Jegyek a Filharmoniai jegypénztárban a Színháztéren és a Kulturális Központ Információs Irodájában a Színház Széchenyi téren kaphatók elővételben. A helyszínen minden előadás előtt 2 órával már nyit a pénztárunk. Természetesen a Tettye ilyenkor teljesen megváltozik. Körülkerített területről van szó, olyan területről, amelyben különböző öltözőkonténerek, technikai konténerek vannak, külön nézőtér épült, kibővítettük a színpadot, és a sok minden egyebet elmondhatnék abban a ragyogó környezetben. Egy kis színházat építettünk be, sőt, ha jól nézem az órámat, akkor még most is folyik az építés, amely majd hétfőn csúcsosodik ugye ki, a közönség akkor láthatja először. És az első, a fesztiválnyitó program tulajdonképpen egy köszöntővel kezdődik, amelyet dr. Páva Zsolt polgármesterünk mond majd. Sok sikert kívánok a fesztiválhoz, egyet mondhatok csak, hogy ott leszünk mi is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, szeretettel várom Önöket, és ha már Tommy Vigről ennyi szó esett, akkor engedje meg, hogy az ő nevében átnyújtsam azt a könyvet, amelyet ő előzetesen elküldött, magyar nyelvű könyv egyébként Ézsiás Erzsébet tollából, a Teleki tértől Hollywoodig. Ő ugyanis magyar származásuként került ugye Los Angelesbe, Las Vegasba, és innen indulva aratott világsikert. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot is, Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Köszönöm. A Nemzeti Kulturális Alapnál lehet pénzekre pályázni akkor, hogyha valaki valamilyen fajta művészeti vagy kulturális tevékenységbe szeretne fogni. Az alapkuratóriuma nemrégen hirdette ki a legújabb pályázatok eredményeit, és Pécset bizony sokan sokféleképpen kaptak pénzt mecenatúra képpen, vagy állami támogatás képpen kulturális tevékenysége. Kertészfi Ágnes, aki iparművészként és a művészeti életben jelenlevőként, hogyan látja, Pécs valóban kiemelt szerepet kapott, mi elég sok nevet aláhúztunk, és elég sok intézményt aláhúztunk akkor, amikor a döntéseket néztük. Hát, most
Kicsit nehéz helyzetben vagyok, én teljesen civil vagyok a pályán, nem is tudtam fölkészülni, nem is olvastam ezt az újságot, úgyhogy csak abszolút magánvéleményemet tudom ebbe az ügybe elmondani. Hát közvéleménye csak a kulturális alapnak lehet, ezentúl mindenkinek magánvéleménye van. Mert azért is mentegetőzök, mert korábbi években én is benne voltam a szervező bizottságokba, de most idén éppen megváltozott a helyzet, és a új tagok kerültek be, úgyhogy azért is vagyok egy kicsit tájékozatlanabb. De az kétségtelen, hogy a nemzetközi üveg szimpóziumjainkra csak pályázatok útján tudunk pénzt szerezni. Úgyhogy ez egyrészt jó, mert van lehetőség pénzt szerezni, másrészt viszont nagyon kiszolgáltatott az ember, mert nem lehet előre tudni, hogy van-e pénz, vagy mennyi, vagy lesz-e. És tudva lévő, hogy a nemzetközi szimpóziónokra idejébe föl kell készülni, és amire kiderül, hogy van pénz, vagy mennyi, addigra már rég elmentek a meghívó levelek, és a válaszok megérkeztek, és hogyha az ember mégsem nyer a pályázattal, akkor nagy bajban van ilyenkor. A nemzetközi szimpóziumoknak nagyjából mennyi az átfutási idejük? Úgy értem, hogy mondjuk egy Angliában élő nagy művész mennyi idővel kell mondjuk egy üvegszimpóziumról értesíteni? Hát egy fél évvel előbb. Mert a szimpózium mozgalom az egész világon úgy működik, hogy igyekeznek, szóval egyik szimpózium a másikat számon tartja, hogy ne essenek egy időbe. Hogyha valaki augusztusban eljön Várdudvarnokra a szimpóziumra, akkor mit tudom én, azt mondja, hogy következő év, vagy hogy ne pont akkor legyen Ukrajnában is szimpózium, hanem akkor ott legyen ősszel. Tehát, hogy mindenki választhasson, mindenhová úgyse tud elmenni mindenki, csak azért mégis jó egyeztetni. Az, hogy Bádudvarnokon van minden évben tábor, és hogy van időnként szimpózium is, az mennyire a szakmai hierarchiában, ranglistában, magyarországi és európai ismertségben milyen helyen van? Mi abban reménykedünk, hogy jó helyen. Nagyon szeretnek jönni a külföldiek, idén is valami 20-30-an jelentkeztek, úgy láttam a papíron. És maga az üveges szakma most a magyarországi képművészeti vagy iparművészeti világban? Az üveges szakma? Hát nem tudom, most egy kicsit olyan fölfordult világ van, de hát mindenféle művészeti ág igyekszik valami módon létezni. Hát ez egy ilyen folytonos küzdelem. Mennyire kell megküzdeni azzal, hogy a szakmában, gondolom, elég sok pénzt lehet keresni, hogyha valaki elmegy alkalmazott iparművésznek, vagy éppenséggel széklábakat gyártani idézőjelben és madács után szabadon. Szóval mennyire szippantja el a pénzkeresés a szakma nagyjait? Ez egy jó kérdés. Arról nem tudok, hogy elszippantja vagy nem szippantja el, de hogy örökösen ezzel harcolunk, hogy vagy pénzt keresek, vagy pedig magamat próbálom valahogy kifejezni. Ez biztos, hogy egy örökös nagy harc. Szóval ez a mindennapi küzdelmünk. Fordítsuk meg a kérdést. Mennyire igénylik mondjuk azok, akik termelnek tárgyakat, mondjuk tömegtermelésben vesznek részt, az, hogy ez, ami ott készül, ez valóban művészi munka legyen, tehát hogy a prototípusokat művészek készítsék elő? Hogy a tárgyak használói mennyire igénylik, vagy a tervezők? Nem, a tárgyak, készítői, tehát a megrendelők. A megrendelők. A rendszerváltáskor engem kirúgtak két lábbal az üveggyárból, ott voltam tervező. Na most vannak másfajta gyárak is, tudtommal, ahol én dolgoztam, ott mai napig se tervez senki. Ez volt közel 10 éve. De hát másfajta gyárak is vannak, az ajkai gyárban tudom, hogy vannak fiatalok. És tehát ez olyan dolog, hogy nem nagyon lehet általánosítani, van ilyen is, meg olyan is. Képzésben, tehát hogyan áll a képzés üvegművészet tekintetében? A képzés az folyik rendületlenül. Minden évben néhány üvegtervező iparművész végez az iparművészeti főiskolán. Hát túl sok nem, de hát pici ország vagyunk, azért 2-3-4 minden évben kijön. Még annyit, hogy az ön és tényleg abszolút civil véleménye szerint, akkor, amikor mondjuk a Nemzeti Kulturális Alap vagy más pénzosztó grémium eldönti azt, hogy ide-oda és amoda elegendő vagy valamennyi pénzt adunk, akkor gondolkodik-e abban, hogy a dolog olyan szempontból egyenlő vagy paritásos legyen, hogy minden művészeti ág részesüljék, hogy vannak kedvelt és mostoha gyerekei a pénzosztogatásnak? Hát
én, amikor láttam ilyen újságcikket, ahol megjelent, hogy ki mennyit nyer, meg ahogy figyelem a pályázatokat, mert kénytelen az ember, mint magánember is figyelni. Bizony úgy látom, hogy az üvegszakma az elég mostoha, de ez tényleg nagyon magánvélemény. Én úgy látom, hogy inkább a fotósokat meg a színház művészetet támogatják szívesebben. Említette, hogy nem volt ott a mostani szervezői között a Bádud Marroki szimpóziumnak. Résztvevőként ott lesz-e? Erre nagyon nehéz válaszolni, mert most viszont az a helyzet, hogy két szimpózium lesz egy helyet. Az egyik Bárdudvarnokon valószínűleg, de ez még nem is egészen biztos, a másik pedig a Tokodi üveggyárba. Most az ember két felé nem mehet egyszerre, valószínűleg el kell dönteni, hogy melyikre. Akár itt, akár ott sok sikert kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, kedves nézők! Emlékeztetőről beszélgettünk arról az aktuális stúdióban, hogy a foci világbajnokságot hogyan látja a labdarúgó veterán, és magát a focit is hogyan látja. Arról is, hogy hétfőn kezdődik a Pannonnyár 98 ünnepi fesztivál a Tettyei Szabadtéri Színpadon, és arról, hogy a pécsi üvegművészek is nyertek ezúttal egy szimpóziumra pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ez volt tehát az aktuális stúdió július 10-i pénteki kiadása. Köszönöm szépen figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!